Tisztelettel köszöntöm Önöket. 5 évvel ezelőtt tört ki a világban a MeToo botrány. Ennek a kiváltója a New York Times október 5-én napvilágot látott cikke volt, amelyben először szólaltak meg a nyilvánosság előtt színészek, színésznők, producerek, rendezők és alkalmazottak, akik a Miramax produkciós cég tulajdonosának, Harvey Weinsteinnak az ügyeit tárták a nyilvánosság elé. Ez Magyarországon sem volt hatástalan, nyilván nagyon sokan emlékeznek a történésekre. A Vígszínház két legendája, a korábbi és az akkori vezető, Marton László és Eszenyi Enikő például ezért volt kénytelen távozni a színházból, és visszavonulásra kényszerült azóta egy másik legenda, Gotár Péter is. Volt valaki viszont, aki beleállt, aki vitatkozott, aki érvelt, és akinek a véleménye elég nagy port vert fel. Volt itt egy interjú, úgy nevezték, hogy a válfás beszélgetés, az Egyenes beszédben láthatták. Az akkori vendég, a mostani vendég. Kerényi Miklós Gábor, rendező, beszédtanár, énekművész. 1981-től 2017-ig a Budapesti Operett Színház rendezője, majd igazgatója, később művészeti vezetője volt. Közben egy évtizeden át az Operaház rendezőjeként is dolgozott. Itthon 88 rendezését tartják számon, de még 8 országban játszották munkáit. 2017-ben neve felmerült egy zaklatási ügyben, ami nyugdíjazását okozta. Az utóbbi években Angliában és Oroszországban dolgozott. Az elmúlt 3 évben újra rendez Magyarországon is. Kossuth és Erkel díjas, kiváló művész. Örülök, hogy itt vagy. Én is örülök. Akkoriban meglepett, hogy itt voltál, hogy vállaltad a nyilvánosságot. Majdnem mindenki elbújt előle. Én úgy gondoltam, hogy ez egy fontos ügy, maga a MeToo is egy fontos ügy, és nem akartam kibújni ezzel a dolog elől, miközben azt gondoltam, hogy társadalmilag fontos, hogy ezekről a dolgokról beszéljünk. Akkoriban azt mondtad, hogy meggyilkolt embernek érzed magad, téged megsütöttek és elfogyasztottak, szerencsére itt vagy. Mi történt veled az elmúlt 5 évben? Az igazság, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet volt, egy ideig a szívemmel küszködtem, egy ideig igazából véve azon gondolkoztam, hogy mit kell csinálni. Úgy éreztem, hogy az, ahogy én élek és ahogy viselkedem, hogy ezt mondtam is már, kicsapta a biztosítékot. És ilyenkor ugye két dolog lehetséges, vagy az ember sötétbe marad, vagy az ember új biztosítékot csavar be. Én úgy döntöttem, hogy megpróbálok nagyon erőteljesen és nagyon, nagyon sokat dolgozni, és megpróbálom azt bizonyítani magam számára is, és mindenkinek, hogy én nagyon sok mindent másképp gondolok, hogy másképp tudok sikereket csiholni, és hogy tulajdonképpen a munkamódszerben egy korszerűbb és egy maibb viselkedésmódot tudok létrehozni. Ha ezt te így kimondod, meg ezt meg is fogalmaztad, akkor ez nem egy beismerés is egyúttal? De ez abszolút módon beismerése annak a dolognak, hogy én semmilyen bűnt nem követtem el, amit én állandóan elmondtam, és minden ilyet visszautasítottam, de ugyanakkor felismertem, hogy a viselkedésemben én nagyon-nagyon sok embert megbánthattam. Nagyon sok embernek okozhattam nehézséget. Ezt korábban nem tudtad? Vagy nem érezted? Nehéz dolog ezt vagy nem kellett átlátni. Szembenézni vele? Van egy színház, amit teljes erővel visz az ember, és egy olyan, mint egy robogó gyors vonat. És én ebben a környezetben azt gondolom, hogy szakmai gőgből is, meg egyébként is sok hibát elkövettem. És úgy gondoltam, hogy ez egy jó pillanat az én számomra is, hogy egyrészt rendezzem ezeket a problémákat, másrészt, hogy egy kicsit másképp próbáljak dolgozni. Mi volt az, amit el kellett hagynod? Ugye, ha ez egy ilyen önboncoló folyamat volt, és ezek szerint az volt, akkor nyilván azzal is szembe kellett nézni, hogy mi az, ami biztosan hiba volt. Ugye én egy konfliktusgazdag egyéniség vagyok. Ez ma sincs másképp. Tehát igazából véve konfliktusok vannak körülöttem, és mindig voltak. Az igazi döntő kérdés, és ebben pszichológus segítségét is kértem akkor, a konfliktusok kezelése. És ez egy nagy különbség, hogy ma ezeket a konfliktusokat megpróbálom nem a végletekig élezni, hanem megpróbálom ezeket megoldani. És a másik rész, hogy egyel nagyobb
együttműködéssel vagyok mindenki felé, akivel együtt dolgozom. Tehát az az egy út, amit én képzelek a világról. Az az egy út, most jobban befogadom, hogy mindenkinek van elképzelése erről az útról, nem csak nekem. És el is fogadod? Igen. Az elképzelésüket? Igen. És ez korábban nem így volt? Többet fogadok el. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal-sokkal többet fogadok el, és sokkal többet mesélek arról a történetről, amit én gondolok. Persze ez hozzátartozik az is, hogy egy kicsit én is más korban vagyok, és hogy más helyzetben vagyok, tehát nem egy színházért kell felelnem, nem ezer gondot kell mögötte megoldanom, hanem egy produkciót vezetek általában véve. Akkor ezt engedelmeddel megfordítom. Ez azt is jelenti, hogy ami színházat vezettél, és azért az életedben egy negyed század, most nem pontosan, de hát, nagyjából. Az egy hatalmi helyzet. Igen. Az megrészegít? Nem. Nem személyesen feltétlenül téged, hanem az, hogy ott van egy társulat, hogy újabb és újabb produkciók, hogy újabb és újabb sikerek vagy kudarcok, taps vagy bukás, azért az valóban egy hatalmi pozíció. Általában véve azt látom, hogy az emberek egy részét megrészegíti. Én magamról azt állítom, hogy nem nagyon, hiszen én rólam mindig az volt a hírem, hogy sok konfliktusom meg balhém volt, és igazából véve, mint igazgató, sokkal kevesebb volt a konfliktusom. Mint rendező. Tehát igazgatóként sokkal kevesebb volt a konfliktusom, mint rendezőnek. De ettől a dologtól függetlenül a hatalmi helyzet, az hatalmi helyzet, és az, hogy valaki éle a hatalmával, vagy visszaéle a hatalmával, ezt nagyon nehéz eldönteni. Tehát én azt gondolom, hogy élek a hatalmammal, akivel szemben élek, ő azt gondolta, hogy visszaélek. Ki dönti el? Szólt valaha a MeToo ügy kirobbanása előtt valaki neked, hogy állj, elég volt? Nem mondhatom. Nem mondhatom. A 17 év alatt tulajdonképpen kiélezett konfliktusom, tehát olyan, amikről más helyről nagyon sok ilyen kiélezett konfliktusról beszélnek, kiélezett konfliktusom talán egy volt. De vajon miért? Féltek attól, hogy következménye lesz, ha rád szólnak? Hogyha szólnak, hogy kerül, hagyd abba, elég volt. Azt mondják, hogy egyrészt az én balhéimnak mindig nagyon erős művészi okai voltak, és ezt ők általában érezték. Másrészt ezeket én is mindig nagyon megszenvedtem. Harmadszor mindig elnézést kértem, ha ilyen balhé volt utána. Az egy más kérdés, hogy volt egy nagyon-nagyon kedves karmester barátom, Silló István, és ő azt mondta, hogy jó, igaz Gábor, hogy te mindig elnézést kérsz, hogyha valakit szigorú voltál. Csak tudod, az a baj, hogy más dolog megbántani valakit 80 ember előtt, és utána elnézést kérni a büfében két ember előtt. És ez igaz? És ebben igaza volt. Én ezt mindig elismertem, de én nagyon nem szerettem tüskéket hagyni. Tehát rengeteg olyan dolgot csináltam, hogy kifejezetten megkerestem azt, akivel feszültségem volt. Az, hogy ez egy zenés színház, vagy egy prózai, az befolyásolja az ebben lévő érzelmeket, indulatokat? Ugye eleve azt gondolja az ember, hogy a zene, a tánc az egy felfokozottabb hangulatot hoz, egy hangosabb világ. Igen, ez tökéletesen így van. A színház maga az emberek közötti kapcsolatoknak egy nagyon izgalmas és nagyon érdekes forráspontig hevíthető valamilyen. Ez a zenés színházban még inkább így van. És az az igazság, hogy körülöttem azért is zubog egy picit mindig jobban a víz, mert én a zenés színházat egyel komolyabban veszem, mint sokan mások. Tehát ugye a zenés színháznak sokszor az volt a beütése, hogy ezt rendezzék a kezdők, rendezzék a kevésbé erős rendezők, mert a zene úgyis elviszi magát, megoldja az operet. És én a zenés darabok mögött mindig megpróbálok felfedezni valami nagyon izgalmas, nagyon érdekes, társadalmilag is fontos gondolatot, és ennek az átsugárzása és az egész csapatnak a rábeszélése arra, hogy ez megszülessen, és hogy ez éljen, és hogy ez vibráljon, egy
picit mindig ott kell hagyni a komfortzónánkat ahhoz, hogy ez igazán ütős legyen. Ez nem egyszerű. Azt mondod, hogy ma jobban megfelelsz annak a képnek, ami az elvárás. Miben kellett változnod? És változnod kellett, vagy figyelned kell magadra? Az nem ugyanaz. Az a helyzet, hogy én azt gondolom, hogy ez egy figyelemmel kezdődött, és most ez egy természetes dolog. A legfontosabb az, hogy jobban figyelek a csapatra. De ha hamarabb tör ki a botrány, akkor lehet, hogy sokkal hamarabb történik ez meg veled. Igen, ez lehetséges, hogy így van. Én azt gondolom, hogy ez a botrány, ez nagyon hasznos volt. Már az én szempontomból egyrészt mondhatom, hogy nagyon nehéz, de a világnak ez egy nagyon hasznos dolog volt, és az egész színházi életnek, és az egész mindenféle és fajta életünknek egy fontos pillanata volt, hogy az emberi kapcsolatoknak, a kiszolgáltatottságnak, a hatalommal való visszaéléseknek bizonyos határát sokkal szorosabbra húzta, mint az eddig volt. És ez azt gondolom, hogy fontos a társadalom számára. Tehát én... Furcsa ezt tőled hallani, de jó ezt tőled hallani. Ezt te konkrétan szenvedted meg, és az egyik vádlottja voltál. De mivel vádoltak igazából? Mert szerintem ez nagyon, nagyon fontos így 5 évvel később tisztázni, mert a világ a MeToo ügyeket általában a szexuális visszaélésekkel, a szexuális ragadozók cselekedett sorozatával azonosítja, miközben a te esetedben hát érintőlegesen merült ez fel pont a válfás ügyben, amit itt idéztem. De hát a válfás ügyben is egyértelműen azt mondta a fiatalember, hogy nem volt szexuális tartalma. Tehát én velem kapcsolatosan semmilyen valóságos szexuális zaklatási történet nem merült fel, a közelébe se volt. Igazából véve, amit próbáltak taglalni, az a hatalommal való visszaélés kérdés. Az változik a színházban szerinted ettől az ügytől? Másképp kénytelenek a vezetők? Szerintem nem, szerintem változott ennek a kivitelezése. Ezt hogy érted? Hát úgy, hogy mindenki meggondolja, hogy ezt milyen csomagolásban vezeti elő, hogy ő ezzel így és így él a hatalmával. Mert a hatalommal élni kell. Ez nem lehet, hogy a hatalommal valaki, aki mondjuk igazgató, nem él. Csak az a nagy kérdés, hogy lép-e olyanokat, amiket mások úgy tudnak minősíteni, hogy visszaél. Szerinted miért az történt veled és akkor ami? Elindított egy bátorság hullámot, hogy most akkor a kerülőügyeit is tisztázhatjuk? Nagyon érdekes, hogyha ezt egy pillanatra végig gondolod, hogy hány ember esett támadásoknak, most nem mondom, hogy áldozatul, de hát hány ember támadtak így meg. És akkor ebből az derül ki, hogy igazából véve az a pár ember, aki ebbe belekerült, azok olyanok, mintha plakátok lennének. Mintha azt mondják, hogy ő meg ő, és akkor ti tanuljatok ebből, hogy ezért így, meg így, meg így nem szabadna viselkedni. Sokan ülhettek az irodájukban behúzott nyakkal, miközben zajlott például a te ügyed? Igen, én azt hiszem, hogy igen. Én azt hiszem, hogy nem zavartan. Tehát egy interjúmban azt mondtam, hogy nagyon nehéz elképzelni, hogy bármelyik rendezőt az országban egy adott pillanatban nem lehet tudja valaki megtámadni, hogy őt zaklatta, hogy visszaélt valamilyen módon a hatalmával. Csak nyilván a mikéntje nem mindegy, annak a mértéke, a súlya nem mindegy. Nyilvánvaló, ez igaz. Ennek ellenére borzasztó nehéz védekezni akkor, hogyha ezek fölmerülnek. Ez, amikor zajlott ez 5 évvel ezelőtt, akkor rengeteg pletyka volt kiről, y-ről, y-ról, z-ről, hogy most ő következik. Aztán ez végül megállt, és nagyon helyes, hogy megállt. Jó, hogy megállt? Jó. Mert ennek a dolognak nem erről kell, erről a dolognak egy általános része volt a fontos, hogy miben kell általában mindannyiunknak változni. Tehát nem az egyéni bosszú állások voltak fontosak. Valaki azt magyarázta egyszer szerintem éppen ebben a műsorban, hogy a színház egy olyan világ, ahol egészen máshol vannak az érintésnek, a verbális kommunikációnak, a valódi mozdulatoknak a határai, mint a civil szférában. Akár még úgy is, hogy a színész 1 perccel később már nem tűri el, amit 1 perccel korábban egy adott helyzetben
eltűrt, vagy kénytelen volt eltűrni, vagy jónak gondolt. Na de te rendezőként honnan a csodából tudod, hogy ő elviseli, vele nem lehet, vagy pedig van egy standard, amit soha senkivel szemben nem szabad átlépni. Hogy van ez? Mint minden színházi dologban vannak komfortzónák, léteznek korlátok, és vannak határok. Aki a határokat át akarja lépni, az bűnös. Nem lehet átlépni a határokat. Határ, honnan lehet tudni? Ez nagyon nehéz kérdés, de tulajdonképpen aki rendező és igazán jó rendező, az egyfajta pszichológiával létezik, és egyfajta furcsa kapcsolatot ápol a színészeivel, a társaival. És ebben a kapcsolatban nem szabad tévedni. Akkor te egy agresszív pszichológus voltál a színházban? Jaj, ezt a szót, hogy agresszív. Oké, írjuk át. Jaj. Az a fajta pszichológus voltál, aki láttunk ilyet, hát a médiában is láttunk ilyet, nem fogom nevén nevezni, aki azzal hat, hogy megrázza, hogy térj magadhoz, ébredj fel, figyelj oda? Ez egy létező eszköz. Tehát ez egy létező eszköz, hogy valakit a komfortzónájából kimozdítsunk, az ő szándékainak megfelelően is. Ahhoz nagyon sokszor szükséges ilyen, vagy olyan, vagy amolyan. Tehát nem lehet mindig a meggyőzés sima szavaival célt elérni. Azt mondta egy művészed, nem olyan régen, pár héttel ezelőtt, hogy az volt ott a szerencséd évtizedeken keresztül, hogy bár néha elviselhetetlen voltál napközben, próbák alatt, de 7-től 10-ig igazad volt esténként, és a színészt a taps mindenért kárpótolja. Ez pozitív és negatív egyszerre. Nehéz erre mit mondani. Tehát azért a színész, a csapat az azért él, hogy a sikerben megfürdőzzön. Azért él, hogy érzékelje azt, hogy amit ő átsugároz, azt a másik oldal veszi. Én ebbe segítek. Az, hogy ebben az én segítségem olykor nagyon erőteljes, ez lehet igaz. De a visszajelzés valóban olyan az emberek számára, hogy azt mondja a művészem, hogy fantasztikus az, amit ma megéltünk. És már nem is emlékszik annyira, hogy mi minden volt a próbán. De a próbán is izgalmas volt, hogy szégyelted magad? Ebben az egész történetben, hogy azt mondtad, hogy te nem ilyen vagy te nem ilyennek gondoltad, vagy nem ilyennek akarod látni magad. Ez nagyon sokszor előfordul, hogy az ember megtesz valamit, ellép valahol, és azt mondja, hogy ez szörnyű, hogy én most ezt tettem, és ezt kellett, és így kellett, és erre mentünk, és így mentünk, de milyen jó, hogy... Tehát ez egy rettenetesen összetett. Jó, csak hát itt történt veled valami. Tehát szembe jött veled a valóság, ha úgy tetsz. Elég nagy mozdony volt. Szembe jött velem egy helyzet. Ezt lehet mondani, szembe jött velem egy helyzet. Azokkal beszéltél, akik emögött látszódtak? Ugye néhányan vállalták névvel arccal. Nem, de egyetlen egy ember vállalta névvel arccal, de azok, akikről, azoknak egy jelentős részével beszéltem. Mert tudtad, hogy kik ők? Mert megpróbáltam megtudni, hogy kik ők, és meg is tudtam. Az az igazság, hogy nagyon érdekes, hogy a többségük azok nekem igazából jó barátaim és hozzám közel álló emberek. Most nem árulok el titkot, hogy azóta is a többségükkel együtt dolgozom. Ők az egyik elsők, akikkel dolgozom. Na de ez hogy van? Ez úgy van, hogy... Ők például mit mondanak neked? Hogy ezt miért csinálták? Vagy azt mondják, hogy Keró, látod, milyen szerencséd van, hogy milyen jót tettünk veled? Vagy mi ez? Nagyon nem szeretnék ezt keverni, meg mentegetőzni, meg... De az az igazság, hogy akkor, amikor ez történt, akkor egy olyan 50-60 emberről van tudomásom, akit megkerestek, hogy mondja egy rossz történetet Keróról. Így? Így. És ezek, akikkel én a legjobb viszonyban voltam, ezekkel, mint ahogy az embernek az édesapjával, vagy a rokonával, vagy a bátyjával, vagy az öccsével, volt 62 darab remek élménye, és egy nem remek. És azt az egy nem remeket, hát én velem az történt, és azt elmesélte.
azt felnagyították, felszínezték. De nem ez volt igazából véve velem, tehát én nem ebben láttam a lényeget. Én abban láttam, nem ezek a megjegyzések, amiket tettek, és tudom, hogy tehát nem ezek volt. Az lényeg az volt, hogy volt egy közhangulat, amiben az a viselkedési norma, hogy én nagyon sok emberen átléptem, az tulajdonképpen azt akarta hallani, hogy én mennyi hibát elkövettem. És ezt a történetet, ez a történet volt az, amit én nekem meg kellett érteni, el kellett fogadnom, és ez volt az, amit át kellett gondolnom, és én azt gondolom, hogy az elmúlt 5 évnek az alatt 14 darabot rendeztem az elmúlt 5 év alatt. És csak azért 14-et, mert a Covid beleszólt. És azért ebben a 14 darab közben semmilyen ilyen típusú, vagy bármilyen ilyen típusú probléma, volt a konfliktusaim, persze voltak, de ilyen típusú gondom, konfliktusom nem volt se. Egyetlen színházban megszólal egy hang a fejedben, vagy kigyullad a piros lámpa, amikor ilyen konfliktusba keveredsz, hogy ó, már megint. Már nem kell, hogy kigyulladjon. Automatikusan megpróbálom ezt másképp kezelni, más úton kezelni. Lefolytás nem jó, mert ha lefolytom, akkor eltűnik az adrenalin, ha eltűnik az adrenalin, eltűnik egyfajta izgalmi állapotból fakadó... Az kell? Hát nagyon nehéz, én azt gondolom... De van a higgadt rendező, ül a székében és várja a folyamatot. És mondjuk vagy te az ellenpontja ennek, hát, aki végig éged a rendezéseidet. Én egy tűzgolyó típusú rendező vagyok, együtt élek az előadással, együtt élek a produkcióval, együtt én rengeteget nézem a saját előadásaimat, hogy azok helyen legyenek, hogy azok izgalmasak legyenek. Angliában rendeztél az utóbbi években, és főleg Oroszországban. Ezt elmondtuk itt az elején is. Például, amikor az angoloknál rendeztél, ugye ők erre, hát és pont a MeToo így mutatta meg, hogy igazából mennyire az angolok amerikaiak, erre ők különben háklisak, hogy hogyan viselkednek velük, mondjuk a rendezők. Ott másképp működtél? Nagyon nehéz ezt megmagyarázni. Az angolok sokkal szónélkülebben és átgondoltabban teszik meg azt, amit a rendező kér. Szónélkül, tehát nincs visszaduma. Nem. Azon gondolkozik, hogy én miért. Igen. Maxim megkérdezi, hogy ezt miért, és válaszoltam, és akkor megy tovább a történet. És a nagyon kézbe tartják az asszisztensek, nagyon kézbe tartják a csapatot. És az oroszok? Az oroszok az egy nagyon, nagyon aranyos, nagyon helyes csapat. Tehát ők... Na de ott is leüvöltöd a fejüket, úgy, mint a magyaroknak üvöltötted a hazai pályát? Nem, hát ez csúnya szó, hogy leüvöltöttem, de ezt oroszul, ugye ez az üvölteni, az kricsaty. És az, na hogy, ezt azért hogy tudod oroszul, látod? Igen, ez sokszor nye kricsálja. Tehát ez előfordul, ez a történet. Az oroszoknál én ugye 15 éve dolgozom, és a Szentpétervári Vígszínház, zenés Vígszínházban ott úgy indult, hogy nagyon alacsony volt a nézőszám, és akkor kezdtünk el együtt dolgozni az Operettszínházzal. Jelen pillanatban 6 darabon megy. 6 darabon? Egy színházban? Egy színházban. Te vagy a repertoár. Igen, ott megy a Marica grófnő, megy a Vajadér, megy a Jekyll és Hyde, megy a Kánkán, megy a Monte Cristo grófja, és megy a Frascita című operettem. És ezek tulajdonképpen ma ez egy teltház, és ez az egyik legsikeresebb színház Szentpéterváron. Mit tudsz, amit ők nem tudtak, vagy mit tudsz, amire azt mondják, hogy na ja, hát ez a Keró? A zenének és a színháznak egy olyan kapcsolatát próbálom mindig fölrakni a színpadra, aminek van valamilyen társadalmi értéke. És ez tele van az egyik oldalon effektekkel, tele van izgalmi helyzetekkel, nekik színházilag is, és a közönség számára pedig felfedezésekkel. Tehát a Jekyll és Hyde nálam egy nagyon izgalmas felfedezése annak, hogy bennünk két lélek lakik, egy Jekyll és egy Hyde. És az, hogy ez a két lélek, ez mindannyiunkban benne van, ez nagyon erős felfedezés a darab szempontjából, és én ezt nagyon érzékletesen jelenítettem meg, ráadásul úgy, hogy van benne két főszereplő nő, a Lucy,
és az Emma, és az én koncepciómban ők tulajdonképpen egy személynek a két arca, a szűzlány, aki férjhez akar menni, és a hölgy, aki a testének kiárulásából él. És ez a kapcsolat, ez nagyon erős volt, amikor Frank Wildhorn, a világhírű zeneszerző, ezt megnézte Szentpéterváron, akkor azt mondta, hogy hú, ez a legerősebb Jekyll és Hyde, amit valaha láttam. Azért az tőle elég jó. És ez tőle le is nyilatkozta, és ez egy nagyon nagy, ez az előadás maga, a közönséget azóta is 200. előadáson vagyunk túl. Az pedig a világ bármelyik színházában komoly. Mondd, a saját történetedet, a saját vívódásodat megrendezted már? Van már ennek morzsája különböző darabjaidban? Hogy veled mi történik? Bele szokott kerülni. Tudatosan, vagy észreveszed a premier után, hogy hopp, ez én nem a premier után veszem észre. Aznap este, amikor rendeztem, észreveszem, hogy basszus itt. Tehát az ember, tehát nem óhatatlanul benne vagy. Tehát, hogyha komolyan veszed... Nyersen vagy benne, vagy magyarázkodva vagy benne, mert az nem mindegy. Ezt nem is értem a kérdést. De hogy nem, megmagyarázom a helyzetemet, nem, vagyok Pőrén, nem. Ez tulajdonképpen szinte... Soha így. Nem, tehát tudatosan így magyarázni helyzetet nem akarok, eszembe sincs. Felfedezem, hogy az érzetem a világból egy helyzetem az hogy belekerült. Elmosolyodok rajta, és nem, tehát ezzel úgy utólag nem foglalkozom. A gyerekeid színházi emberek, nekik nem lehetett könnyű. De most, hogy eltelt 5 év, és mondjuk látják, hogy te változtál, ha változtál, és azt mondod, változtál. Most ezt ők visszajelzik? Nagyon jóban vagyunk. Tehát én szerencsés szülő vagyok, van 3 gyerekem, és mind a 3-mal nagyon-nagyon jó viszonyom van. Megvannak az unokák, ők is nagyon szeretnek, tehát igazából véve, de ők nagyon, tehát én azt gondolom, hogy ennyire túl tudtam élni azt, ami történt, azt annak is köszönhetem, hogy a 3 gyerekem nagyon-nagyon mellettem volt, hogy a feleségem és az ex-feleségem iszonyatosan mellettem voltak, segítettek, hogy rengeteg barátom hívott és állant, tehát naponta 10 telefonom volt, tehát rengetegen voltak körülött. Sok barátot hátba is szúrt, legalábbis 1-2-ről én magam is biztosan tudok, mert annak végül is híre. Hát, hogy mondjam, most hirtelen Cicero azt mondja, hogy minél régebbi egy barátság, annál édesebb, olyan, mint a jó bor megédesül. Hát én ezt az ellenkezőjét tapasztaltam többször is, de hát az élet az ilyen, tehát mindig új és új felfedezéseket tesz az oroszok ember. Tudták, hogy mi zajlik veled itthon, miközben ott rendeztél? Amikor jöttél ide az Egyenes beszédbe, arra a bizonyos beszélgetésre, akkor éppen Szentpétervárról érkeztél, és oda mentél vissza nem sokkal később, tehát folyamatban volt egy rendezésed. Amikor ez itthon igazán történt, akkor ott főpróba időszakon volt, én ezt még iszonyatos állapotban voltam, nem éltem volna túl. Szerencsére ott volt mellettem Rákai Tamás díszlettervező, ott volt mellettem Bori Tomi, a Magyarországról szintén rendező, mint játékmester, Somfai Peti, aki a világítás tervezőm volt, Somfai Péter, és ők iszonyatosan támogattak, és a főpróbán, ma is meghatódom, döbbenten megállt a főpróba, mert behozták a fényképemet, és fölköszöntöttek a szentpéterváriak, mert a születésnapom volt. Mint ahogy tegnap volt a születésnapom. Isten éltes. Tehát akkor is a születésnapom volt, és felköszöntöttek ott a nagy üveg pezsgőn. Aztán jöttél haza szembesülni azzal, hogy micsoda. És hát közben már telefonon, meg interneten szembesültem ezekkel a helyzetekkel. De ők akkor ezek szerint tudtak mindent? Igen, mindent tudtak, igen. És nem hívott senki be, hogy Kerény úr, hogy van ez? Nem. Nem volt téma. Akkor ott a bizalom az folyamatosan töretlen volt. Nagyon jóban voltunk. Mondd végig. Nagyon jóban voltunk, és tulajdonképpen ők, mint mondom, kricsátjuk, tudták, hogy én
egy impulzív egyéniség vagyok, de igazából véve olyan sikereket hozott a színháznak az én jelenlétem, és a barátságom egy fantasztikus intendánssal, Júli Schwarzkopffal, aki egy egész különlegesen nyitott személyiség, hogy nem is merült fel velem kapcsolatban semmilyen kérdés. Én téged itt Kerónak neveztelek, a névjegyedben persze a teljes neved szerepel, és most, hogy láttam egy veszprémi kiváló előadásodat, ott feltűnt nekem, ugye az a Lévi Strauss életéről szól a Farmer király, hogy nem használod a Keró nevet, hanem a teljes neved van kiírva. Pedig korábban ez egy védjegy volt, gyakorlatilag mint rá volt ütve mindenre, hogyha Keró, akkor mint egy védjegy ott van a neved. Hát most együtt használom, Kerényi Miklós, Gábor, Keró, hol használom, hol nem használom. Azt hittem levetetted inkább, nem köszönjön vissza így. Nem lehet levetetni, mert egy bizonyos értelemben véve külföldön is, meg ezért ez hozzám ragadt. Tehát ezt levetetni nem tudom. Nehéz volt itthon újra kezdeni? Ugye dolgozták kint Oroszországban, az látszólag folyamatos volt, ezt te tudod igazából, hogy mennyire volt az, de itthon volt egy két és fél éves szünet, ahol szinte eltűntél az itthoni nyilvánosságból. Igen, ez így van. Eltűntettek, vagy eltűntél? Hát igazából éve nem nagyon hívtak, és nem nagyon kaptam nyilvánosságot. Tehát olyan volt, mint akit nem látnak szívesen. És hát ez ellen igazán nem lehet tenni. De aztán ez szép lassan lazult. Nagyon nagy siker volt a Rómeó, amit csináltunk, felújítottuk. És utána tulajdonképpen az első rendezésem az vihart is kavart egy kicsit, a Lovas Színháznál, a Nemzeti Lovas Színháznál volt az első. Egy nagyon jó kis Demiér musicalt csináltunk. De ez olyan volt egy kicsit, hogy ide hívnak, itt kell csinálnom? Tehát azért a Nemzeti Lovas Színház, miközben tisztelem azt az elszántságot, ahogy ők ezt csinálják, meg hát én a lovak nagy barátja vagyok, meg a színészek nagy barátja, de hát azért mégiscsak, hát az egy... hogy mondja, másfajta színház. Én Pintér Tanyával mindig jóba voltam, és ő mindig hívott engem, és én mindig megígértem neki, hogy fogok menni hozzá dolgozni, de sose értem rá. Hát most ráértem. Én ugye nem tudom, hogy tudod-e rólam, hogy én amatőr rendező voltam, ami akkor ugye az alternatív rendezőt jelentette. És én rendeztem pincében, padláson, mindenfelé csupa-csupa érdekes, különleges dolgot, alsóörs főterénre bevonultunk, és ott játszottunk. Tehát engem igazából véve mindenféle és fajta dolog érdekel a színházban. Mindig? Mindig. Tehát tulajdonképpen az évek egyik legjobb sikere most a Monarchia operettel, amit csináltunk, a Sissi, a Magyar Királyné című operett, ami ugye Oswald Marikával, Peller Karcsival, és a Monarchia operettnek a sztárjaival csináltuk meg. Na de ők a régi operettesek. Régi operettesek, egy egészen új típusú operettjátszás. Hogy volt, hogy az operett színház megtagad? Hogy volt, hogy az operett színjátszás megtagad? Ugyanazokkal dolgozol együtt. Hát ez hogy van? Nem, ez a szó, hogy az operett játszás megtagad, ez nem nagyon stimmel. Tehát itt én azt gondolom, hogy az operett az egy nagyon izgalmas műfaj. Az én igazgatásom alatt lett a Magyar Operett Játszás Hungarikum. Nem az operett, a Magyar Operett Játszás. És én nagyon hiszek abban, hogy a Magyar Operett Játszás az egy fontos dolog, és igazából véve, hogy a Magyar Operett Játszás jellemzője az az, hogy egészen fantasztikus tempóban, ugye németek azt mondják, hogy Paprika und Blut, vér és paprika van az előadásban, és ennek a legjellemzőbbje a táncos komikus és a szubrett különleges teljesítménye, a táncaik, amik sokszor akrobatikusak. Ha most elkezdünk operett nagyokat mondani, sztárokat mondani, akkor Rátkai Márton, Latabár Kálmán, Feleki Kamil, Rátonyi Róbert, Németh Sándor, Peller Karcsi, Szabó Dávid, tehát Szolnoki Tibi, Csere Laci, és mellettük Oswald Marika, és Lehocki Zsuzsa, és Szendi Szilvi, és igazából éve közel se tudunk ennyi primadonnát, bonvivánt mondani, mert a magyar operett játszásnak igazából véve az ereje a táncos komikus szubretteknek a fantasztikus tempójában, és ahogy Szinetár tanár úr mondja mindig, abban van, hogy az operett egy szemtelen műfaj,
és mindig megújítani kell, és egy picit mindig a mai korhoz kell igazítani. Mondod a nagy neveket, közülük jó néhányan itt vannak velünk, mind a mai napig. És ahogy sorolod őket, van ebben valami szeretet, de ez egy egyoldalú szeretet lett? Azért kérdezem, mert én arra gondolok, hogy a helyedben, nyilván azt is elvártam volna, hogy valaki álljon ki nyilvánosan, és mondja el, hogy jó, oké, üvölt, mint a sakál, meg elmond mindennek, aztán este óriási a siker, azt persze szeretjük, és hát végül is sikert sikerre halmozott, de nem állt ki senki. Miért nem álltak ki melletted azok, akikkel együtt dolgoztál, és sok sikert értél el? Hadd kerüljem meg ezt a kérdést, és hadd mondjam azt, hogy a közhangulat nem volt olyan, hogy ezek a megszólalások. Nem mertek. Nem. Rengeteg. De ha nagyon őszinte akarunk lenni, akkor a Marton László mellett se szólaltak meg. Tehát a Radnóti Zsuzsa megszólalt, és utána egyetlen egyszer, és soha többet. Tehát igazából véve nem volt olyan a közhangulat. És azért se volt olyan a közhangulat, mert még egyszer mondom, ez plakátszerű volt. Tehát ez egy olyan plakát, ami érvényes abból a szempontból a társadalomra nézve. Tehát nem, bűnös vagy és áldozat egyszerre? Én nem vagyok bűnös, nem vagyok. Hát de azt mondod, hogy át kellett gondolnod, hogy miket rontottál igen, el. Hát, igen, jó, igen. Hibákat elkövetek, hibás vagyok. Én de az, hogy áldozat, ezt én nem mondom már. Már volt idő, amikor úgy éreztem, de nem. De amit a másik, amit mondsz, arra azért azt tudom mondani, hogy ezek, akiket felsoroltam, akik ma színpadon vannak, ők boldogan dolgoznak velem. Tehát a Monarchia Operett Sziszi előadásában, ami 25 előadást ért meg egy év alatt, és most komoly külföldi érdeklődés is van iránta, ez tulajdonképpen benne van. A Peller Karcsi, a Szende Szilvei, az Oswald Marika, a Csere Lacival is dolgoztam, tehát a rengeteg emberrel dolgozom. A Lévi Sztori, ami most Veszprémbe megy, és ami azt hiszem, hogy egy nagyon izgalmas és nagyon szép darab, ez egy klezmer musical, a Jávori Fegya írta, és a Müller Péter Sziámi versszövegeivel, és még a Kállai Pista találta ki annak idején, ez a fantasztikus dramaturg, író. Tehát abba is ott dolgozik velem a Szulák Andi, a Szabó P. Szilveszter, a Horváth Dani, a Kerény Miklós Máté, a Haraszti Elvi, tehát rengetegen dolgoznak, Kartfia is, tehát rengetegen dolgoznak velem, akik akkor is dolgoznak. Megvan a régi csapatod, ezzel voltak éppen ezt akarod mondani? Én nem sorolok ilyet, hogy régi csapat. Én jelen pillanatban minden produkcióhoz építek egy új fantasztikus csapatot, akiket szeretek, és akikkel boldogan dolgozom együtt. Ez azt is jelenti, hogy minden produkciónál újra kell kezdened. Valamennyire. Ez egy másik helyzet, mint amihez hozzá vagy szokva. Van még egy üvegplafon, hogy a Keró eddig, tehát jó rendezzen, de mondjuk Budapesti Közszínházban nem hívjuk. Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Hogy ez tulajdonképpen meddig tart, és hogy működik, ezt nem tudom megmondani. Az tény, hogy Veszprémben ez a Lévi Sztori, ez nagyon nagy siker most jelen pillanatban. Teltházas előadás, és én nagyon nagy izgalommal nézem, mert ugye egy olyan ensemble csapat dolgozik benne, akiknek egy jelentős része először vagy másodszor van színpadon. És rengeteg fiatal. És ezek a fiatalok óriási lelkesedéssel dolgoznak, és nagyon nagyon szeretem őket, és azt gondolom, hogy ők is nagyon pozitívan állnak ahhoz a munkához, amit én velük folytatom. Ne bújj ki. Most kibújsz. Igyekszem. De ne bújj ki. Szóval te próbáltad felvenni budapesti színházakkal a kapcsolatot? Hogy hát itt vagyok, ráérek, vagy itt van ez a darabom, akár ezt is, és mondják azt, hogy ne haragudj, Keró, nem? Ez... Én így jelentkezni nem nagyon szoktam. Valóban most a Lévi Sztorit, ezt a nagyon-nagyon izgalmas klezmer musicalt, ezt próbálom elhelyezni, idézőjelben mondom, valahol Budapesten. Örülnék, ha egy
Budapesti Színház ezt fölvállalná. Ennek megvannak a díszletei, jelmezei, kész a koreográfiája, és egy gyönyörű történet, egyrészt egy nagy siker, ugye, mert a Farmer nadrág feltalálásáról szól, és hát ez maga mindenkit érdekel a világban, hogy hogy találták ki a Farmer nadrágot. Másrészt egy szép történet arról, hogy a zsidók hogy kényszerültek kivándorolni Amerikába, és hogy kellett ott új életet kezdeni, és harmadszor rettenetesen aktuális, mert tele van olyan problémával, amit ma, amikor Ukrajnából milliók mennek neki a világnak, és kezdenek új életet, és emlékeik vannak, és egészen egyszerűen ez az előadás, ez ezt a három dolgot érinti, és ezért nagyon nagy csöndek vannak előadás közben. És nagy sikerek, a nagy tapsok a számok végén, de olyan gondolati hullámok is vannak benne, amiktől azt hiszem, hogy nagyon sokan másképp ébrednek, mint ahogy lefeküdtek. És én azt gondolom, hogy ez nagyon izgalmas lenne ma a Budapesten, és nagyon nagy közönség sikere lehetne. És te vagy az akadálya? Tehát, ha ezt ma mindegy, bárki sokkal könnyebben találna helyet magának Budapesten, miközben bárki nem rendezhette volna meg így, mert ez a te rendezésed, ez ettől siker többek között nyilván. Tehát, hogy ez egy ilyen fura helyzet. Kedves Rónai Egon, ezt nagyon keményen és nagyon pontosan tetszett megfogalmazni. Igen. Lehetséges, hogy még mindig vannak, akik azt gondolják, hogy nekik nem biztos, hogy előnyös, hogyha a Keróval, Kerény Miklós Gáborral dolgoznak. Én azt gondolom, hogy eznek 5 év után lassan el kéne tűnni. Nehéz volt visszatérni? Nyertél 2, mire egyszer azt mondtad, hogy jó, csináljunk valamit itthon? Nem, én ezt elhatároztam, hogy én ezt meg fogom próbálni, hogy én ezen az úton tovább végig fogok menni, hogy igazából véve én tovább fogom azt folytatni, hogy én bűnöket nem követtem el, hibákat igen, de azokat belátom, és hogy megpróbálom ezeket másképp folytatni. És azt gondolom, hogy ennek kellene, hogy eredménye, meg kell, hogy eredménye legyen. Az álmaidban az Operett Színház ott van? Álmodni az Operett Színházról nem szoktam. Az a gondolat, hogy az Operett Színháznak bizonyos működése, főleg az operett játszás terén arra felé mehetne, ahogy én gondolom az operettet, ami most a Sissi egy nagyon erőteljes bizonyíték, és hogy a musicalekben, az új musicalekben hiszek, amiket érdemes csinálni. Ilyen értelembe véve van álmom arról, hogy az Operett Színház majd ilyesmiket is fog játszani újra. Veled? El tudod képzelni, hogy valaha még rendezel az Operett Színházban? Én ezt valószínűnek tartom, hogy ez abban az esetben, hogyha megadatik nekem még néhány év, akkor hogy ez létre fog jönni. Azt mondod, hogy csak az idő az ellenfél? Tehát, hogy ez a dolog ez el fog laposodni annyira, hogy az idő neked játszani, és azt mondják, na jó, eltelt ennyi és annyi év, gyere. Nem erre focizom. Nem arra focizom, hogy a dolog ellaposodjon, arra focizom, hogy a dolog nyilvánvalóvá váljon, hogy én jelen pillanatban sok mindent másképp gondolok, és hogy az a szint, ahol én dolgozom, és ahogyan én dolgozom, az a szint érdemes arra. Hát most jelen pillanatban Kolozsváron mutattam be a Sándor Mátyás című új musicalt. Október 30-án volt a premier. Szemenyei Janinak egy egészen fantasztikus alkotása, ő a zeneszerző, ez a színész Szemenyei Jani. Én merem állítani, hogy az utóbbi 15 év legjobb magyar musical zenéjét írta. És ez a Sándor Mátyás is azért izgalmas darab, mert egyrészt arról szó, egyrészt nagyon jó zene, jó történet, Jules Verne írt, nagyon jó, ilyen Monte Cristo történet. De van benne egy olyan elem, hogy 15 év eltelt, és 15 év után lehet-e bosszút állni a 15 évvel ezelőtti sérelmekért.
Ráadásul egyszer csak kiderül, hogy az az illető, aki ezeket a sérelmeket elkövette, engem majdnem meggyilkolt, és a barátomat meggyilkolta, ennek a lányába szerelmes az én legjobb barátomnak a fia. Mit kell tennem? Felmerül az a kérdés egy adott pillanatban, hogy a gyerekek felelősek-e a szülők bűneiért? Nem-e? Hogy lehet ezt megoldani? Rettenetesen izgalmas mai probléma borzolódik fel. És ebben megint benne vagy te is. Ez egy kicsit olyan, mint amikor az ember szerelmes, és az összes popslágerben a saját történetét hallja vissza, mert azt hiszi, hogy mindet róla írták. Ez egy picit olyan, tehát ebben is ott vagy. Egy kicsit, ha akarod, ez is rólad szól. El tudsz képzelni egy igazán érdekes és izgalmas rendezőt, aki nem azt fedi fel mindenütt, hogy ő ezt hogy képzeli, hogy látja, és hogy ő rajta, hogy rohan át a világ. Ez a személyes üzeneteink, amikre igazából a közönségnek szüksége van. Fontos viszont azt tisztáznunk, lehet az elején kellett volna talán, hogy téged semmiféle eljárásban soha senki semmilyen módon nem ítélt el. Tehát az operacionális is lefolytatott egy vizsgálatot, ahol megállapították, hogy nincs mit vizsgálniuk tovább. Ez így történt. Viszont te meg azt mondtad, hogy te meg perelni fogsz, 1-2-3x számú pert indítasz. Tehát téged nem ítéltek el, számodra kedvező eljárások zárultak? Igazából véve nem. Az én összes ügyvédem azt mondta, hogy ezek a perek, amiket én szeretnék indítani, nem nyerhetők. Ők azt mondták, hogy ha megnyerek egy pert, akkor is az fog róla megjelenni, hogy a másik nem tudta bizonyítani azt, hogy. Tehát, minthogy... Igen, a bíróság azt nem tudja kimondani, hogy ártatlan vagy, igen, nincsen tehát semmit, tehát igazából véve bizonyíték semmilyen konkrét, tehát konkrétan semmit nem lehet ebben a történetben bizonyítani. Ráadásul ugye én nagyon kértem akkor, hogy az operacionál egy konkrét vizsgálatot folytasson le velem szembe, de nem folytattak le, tehát nem lett konkrét. Egy általános vizsgálatot lefolytattak, amiben megállapították, hogy senki, én se, nem volt zaklatás. Tehát ez abszolút felmentő dolog volt, de én konkrétan is kértem, hogy velem kapcsolatosan vizsgáljanak, az nem történt meg. És akár tetszik, akár nem, ez nagyon... Ezt azért el kell mondani, hogy valamikor az inkvizícióban volt az utoljára, hogy valakinek azt kell bizonyítania, hogy ő nem bűnös. És nem pedig az, hogy valakinek be kell bizonyítani, hogy bűnös. Tehát ez egy nagyon furcsa dolog, hogy a védekezés arról szól, hogy én azt bizonyítsam be, hogy én nem követtem el valamit. Ebből a szempontból elbizonytalanító a sok név nélkül megszólaló művész kollégád, aki meg akkor ellened mondott mondatokat, bizonyítva azt, hogy igen, te egy ilyen lelkileg abuzáló rendező voltál. És hát névvel meg nem álltak ki, sokkal egyszerűbb lett volna a helyzet. Hát senki, de én kértem mindig, soha senki nem állt ki. Nem, tehát hogy mondjam, mert igazából véve ezek a dolgok, amik körülöttem voltak, ezeknek a nagy része pletyka volt. Ezeknek a nagy része mendemonda volt. Tehát senki nem első körből hallott valamit rólam, hanem valaki. Jó, de az fontos leszögezni, lassan a vége felé járunk, és nem akarok újra és újra ugyanazokon a körökön végigmenni, hogy úgy kezdtük a beszélgetést, hogy azt te elfogadod, hogy te számtalan dologban hibás voltál, ez és ebben nem mented fel magad. Nem. Nem, ezt abszolút mérdőd magam úgy gondolom, és úgy gondolom, hogy ezen a téren nekem nagyon sok mindent kellett átgondolni, sok mindent kellett változtatni. Gyengébb kezű rendező vagy? Így, nem. Hogy átgondoltál mindent? Nem vagyok gyengébb kezű rendező, nem. Megértőbb vagyok, nagyobb a figyelmem, a viszonyrendszere jobban vigyázok, hogy ne közvetlenkedő legyen, hanem csak közvetlen. Ez egy nagyon fontos dolog. Ez új idők szere. De ma ez egy feltétlen követelmény. És én azt gondolom, hogy én okultam azokból a helyzetekből, amik létrejöttek, és őszinte vagyok, kicsit büszke vagyok arra, hogy jelen pillanatban
8 színházban játsszák a darabjaimat. Hogy amit csinált Szentpétervárot, Minskben csináltam egy denevért, még 19-ben azóta is megy, azóta is játsszák, Eszéken csináltam egy Csárdás királynőt, amit játszanak. Kolozsvárot most a Sándor Mátyást, a Lovas Színházban a Demién darabot. Nem vicc, én ezt vállalom boldogan. A Monarchia Operettnél a Sissit, és most csináltam egy 120 perc a föld körül, egy Kálmán Imre gálát, Veszprémbe megy a Lévi Sztori, és hát nagy örömmel számolhatok be, hogy július-augusztusban a Magyar Állami Operaházban a Pillangó kisasszony című darabom is visszatérsz az operaházba. Tehát igazából véve, és október 30-án, amikor a Sándor Mátyás bemutatója volt, aznap, amikor a Sándor Mátyás bemutattuk, aznap játszottuk a Lévi Sztorit Veszprémben, és ment a Jekyll és Hyde Szentpétervárot. Egy nap. Azért most akkor itt egy másodpercre, az operaház a kőszínháza, kőszínháza. Ha arról beszélünk, hogy nem engednek vissza a budapesti kőszínházakba, akkor lehet, hogy ez az első lépés, az első nagy lépés. Lehetséges. Tulajdonképpen ezt is lehet mondani. Én a remélem... szakmában örülni fognak neki, hogy te ismét feltűnsz Budapesten? Én azt gondolom, hogy a szakma egy része örülni fog. Nyilvánvaló, hogy a sok az eszkimó és kevés a fóka mondás az valószínűleg ebben a körben is értelmezhető, de azért én azt gondolom, hogy az én viszonylag színes egyéniségem, az én viszonylag érdekesnek mondható produkcióimnak a reménye, az talán erősebb, mint a félelem attól, hogy egyrészt mit írnak az újságok, ha én megjelenek, és mert ez most a legerősebb, hogy mit fognak szólni az újságok? Hát 5 év eltelt, mit szólhatnak az újságok ma? Szerinted az mit fognak szólni, hogy itt megjelentél ebben a műsorban? Azt a mondani, amit az időjárásról is gondolok, változó. Hát mostanában inkább ködös volt, de a napsütésnek jobban örülnénk. Kerényi Miklós Gábor, köszönöm szépen. Én köszönöm. Keró volt a vendégünk 5 évvel azután, hogy volt egy beszélgetésünk, ami az a bizonyos válfás beszélgetés volt, és amit azóta is így lehet megkeresni, de szerintem ez most talán már fontosabb volt, főleg azért, mert hallottuk azt is, hogy mik a tapasztalatai, a tanulságai az elmúlt 5 évnek. Remélem mindenki okul belőle. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk. Legközelebb is várom önöket. Viszontlátásra!